Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Köszönöm mindenkit nagy szeretettel. Csizmazia Gábor vagyok, a Nemzeti Közszakát Életem Tudományos Munkatársa, és valóban az előadás. Volt egy ilyen frajdi elszólás, hogy barát, amerikai kormányzat vagy sem. Látni fogjuk majd a közleménykutatási adatokból, hogy azért ez a gondolat is felmerül bizonyos körökben. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy ennél jobb promóciót nem kaphatnék. Tehát, hogy itt a tüntetésekkel együtt gyakorlatilag, erről lesz szó részben, a mai alkalommal. Hogyan alakulhat ki ez a kettősség, hogy van egy hagyományosan Izrael barát kormányzatként számon tartott politikai erő, gyakorlatilag pártól függetlenül az Amerikai Egyesült Államok részéről, akár demokrata, akár republikánus kormányokról van szó egyfelől. Másfelől viszont hogy olyan képeket látunk az amerikai egyetemi kampuszokon, köztünk Ivy League egyetemeken, tehát Harvard, Yale, a Penn State University vagy más egyetemeken, ami hát finoman szóval elgondolkodható, főleg úgy, hogy ugye, ha most egy kicsit extrapolálunk, hogy a jövőre gondolunk, a jövő elitjéről beszélünk, a jövő döntéshozóiról beszélünk, olyan egyetemekről, amely onnan becsatornázzák az ügyvédirodákba, a hát csúnya szó, most nem akarok ebbe belemenni, de a mély államnak nevezett gyakorlatilag administratív állam gépezetbe, tehát az amerikai közszolgálatba a különböző szakembereket, illetve a politikai szereplőket, akik ráadásul igen komolyan ki háttérrel is rendelkeznek. Tehát gyakorlatilag a jövő elitéről beszélünk. Szóval ez hogyan alakult ki, ezekre térek ki a mai alkalommal. Igazából három részre osztottam a prezentációt, ahogy korábban beszéltük itt a szervezőkkel. Első beszélnék nagyon röviden a egy liberális főáramnak nevezem az amerikai külpolitikának a főbb irányait, kifejezetten izrael szemben. A liberális alatt azt kell érteni, hogy egy liberális, illetve realista, hogy tetszik, mainstream vagy főáramlatú külpolitikáról van szó. Ha úgy tetszik, egy történelmi áttekintő arról, és ez a fő üzenet itt, hogy igazából kétpárti konszenzus volt nagyon sokáig izrael kapcsolatban, meg a közel-kelettel kapcsolatban az amerikai politikában, legyen az akár kormányzatok, akár a kongresszus részéről, Gyakorlatilag ezt mutatja be. Nem kívánok részletesen elmerülni az amerikai-izraeli kapcsolatokban, mert az időkeret nem teszi lehetővé. Igazából csak szeretném szemléltetni azt, hogy ez mennyire évtizedeken át jellemző volt az amerikai külpolitikára, egy részről, más részről, hogy az, amit most látunk, az egy tágabb problémának a része, mert ez a konszenzus a hidegháborút követően először megingott, és akkor ma már gyakorlatilag azt látjuk, hogy akkora a politikai polarizáció, az egyesült, politikai és társadalmi polarizáció az Egyesült Államokban, nem csak két párt között, pártokon belül is, hogy gyakorlatilag néhány témától eltekintve, talán itt ezt a kínai népköztársaságot lehetne kiemelni, meg valamennyire Oroszországot, vagy Oroszországi Föderációt. Néhány témától eltekintve gyakorlatilag élet harcok vannak a különböző táborok között, ha hozzáteszem, párton belül is adott esetben, csak ezt nem mindig látjuk. ha meg az amerikai politikai rendszerben sokkal gyengébb a pártfegyelem, mint az európai parlamentális demokráciákban, tehát anyag az van bőven, amivel ezt lehet szemléltetni. Tehát ez, erről szól a prezentációnak az első harmada, igyekszem nagyjából egy 10 perces keret Ebben ezt megtenni, hogy a időken ne vissza. A második részben kitélek arról, hogy milyen intellektuális, kulturális háttere van annak a polarizációnak, és kifejezetten izraeli vagy -e palesztin kapcsán, aminek az eredménye az, amit az egyetemekkel látunk. Ebből kicsit belemegyünk a részletbe, és kik itt a főbb szereplők. És a harmadik pontban pedig egy kicsikét elméletében a jövőben mutató hát, irányzatokról lesz szó, amelyek az amerikai külpolitikának az útkeresését hivatottak szemléltetni, hogy gyakorlatilag ez a korábban említett baloldali progresszív irányzat kontra konzervatív, és sok jelzőt lehetne tenni a neokontól elkezdve a nacionalistán át, nem megy ebbe lesz, szóval ezek a főbb irányzatok, ezek nagyjából hogyan viszonyulnak egymáshoz általában, magyarul a 2024-es amerikai elnökválasztáson milyen főbb külpolitikai gondolatok, gondolatkörök ütköznek egymással, mikor ez a kampányból nem is érződik még egyelőre, és kifejezetten a Gáza szempontjából, illetve a közelkeres szempontjából, bocsánat, hát Izrael-Palesztina szempontjából ez mit jelent. Ugye nagyon röviden a történelmi háttérről. Ugye az Egyesült Államokat az Izraelnek a legszorosabb szövetségesekén szokás számon tartani, ennek több ilyen történelmi, kulturális és politikai okai vannak. A dologhoz hozzá tartozik, hogy igazából a hidegháború alatt egyfajta képpárti konszenzus volt az Egyesült Államokban, Izrael illetően, meg általában a külpolitikát illetően is, ami borzasztóan fontos, ugyanis ez, ez magyarázza meg azt, hogy miért nem láttunk olyan fajta viták, mint amit most látunk az Egyesült Államokban. Konkrétan az idézet, amit én 1948-ból, tehát abban az évben, amikor Izrael államot megalapították, a néhai Arthur Vandenberg szenátornak az idézete, Politics stops at the water's edge, amit magyarul nagyjából úgy lehetne lefordítani, hogy a politika a partoknál véget ér, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy házon belül, belpolitikában lehet élet halál, uh, harcot vívni, párpolitikai szempontból. Az amerikai történelem egyébként ebben nem szegény, de az zárójelbe meg. Tehát vannak olyan események még a csak egy állami szinten, az állami kongresszusoknál még az 1800-as évekből, hogy a házelnök nem értett egyet, nem a szövetség, ez egyik államnak a kongresszusáról beszélek. A házának nem értett egyet az egyik képviselőnek a felszólalásával, ezért szépen lepsítált a pódiumról is lelőtte az illetőt. Szóval vannak ilyen fejezetek az amerikai politikában, de hogy ezt házon belül, vagy az országon belül idézőjelben lehet folytatni, majd nem az erőszakot, de az erős szembenállás retorikailag, mert a szólásszabadság az a legfontosabb alkotmánykiegészítés az összes közül. A fegyvertartásról szóló, ugye második kiegészítés meg azért van a második helyen, hogy az Sőt, végső soron megvédje. Tehát gyakorlatilag ezt lehet folytatni. De amint a külpolitikához érünk, nemzetbiztonsági kérdésekhez, ott ez véget ér. Ez azért fontos ettől a Vandenberg szenátortól, mert ő izolacionistaként volt számon tartva az 1930-as, 40-es években, és ugye ezt általában a nemzetközi kapcsolatok elméleteinél, meg amerikai történelmi úgy szoktuk jelezni, hogy ez volt az a Vandenberg határozat, vagy az a Vandenberg nyilatkozat, ahol egy hagyományosan elszigetelődés párti politikus igent mondott az Egyesült Államok nemzetközi elkötelezettségére, egész konkrétan a nato kapcsolatban. Csak egy érdekességként jelzem: ugye a NATO az Amerikai Egyesült Államoknak a legesleges -leges olyan ö, állandó katonai szövetsége, ami békeidőben is létezik. Egyébként a washingtoni, George Washington elnök által bevezetett külpolitikai hagyomány az igazából arról szólt a búcsúbeszédben, hogy srácok, két dolgot ne csináljatok, ne alakítsatok politikai pártokat, mert abból polgárháború lesz. Bejött. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hát uh, igazából próbáljátok meg el uh, távolságot tartani a megbékjózó szövetségektől. Külföldön. Még akkor is, hogyha a franciákról, tehát olyanokról van szó, akik támogatnak minket, mert ha állandó szövetségeseink vannak, akkor állandóan háborúba fogunk sodródni. Ez egy állandó katonai, meg uh, külpolitikai elv volt az amerikai külpolitikában, kifejezetten Európával szemben, ez 1948-ban változott. És Izrael is ez alá tartozott ebből a szempontból, uh, csak hogy azt tudni kell, hogy ugye Izrael államot 1948-ban az Egyesült Államok, ha jól tudom, 10-11 perccel a, a, az államalapítást követően elismert, és gyakorlatilag a diplomáciai kapcsolatot fel is vette vele. Viszont ez nem egyfajta evidenciaként jelentkezett az amerikai külpolitikában, mint gondolnánk. Harry S. Truman volt az a képen látható elnök, aki ezt megtette, akit egyébként morális, politikai, de leginkább stratégiai érvek hát vezényelték arra, hogy ezt megtegye. A morális érként fel lehetne hozni azt, amit ő ugye akkor nyilatkozva, hogy akkor mondta, hogy, hogy kírosz lettem, vagy kírosz vagyok, vagy kírosz hogy ejtjük. Ugye utalva itt az ókori történetekről, hogy a Perzsa királyra, aki a, a zsidók fogságát gyakorlatilag megszüntette és visszaengedte, ugye, meg a templom újjáépítését megengedte az ókori zsidóknak. De igazából nem ez volt a fő morális elve, vagy nem ez volt a fő elve a Truman elnöknek, hanem részben volt egy politikai döntés is. A jó felső mert valószínűleg nem látják hátulról, meg nem tudom két mérőt alapján elősebb, de Truman tart fel egy újságot, arról szó, ami azt mondja, hogy Thomas dewey megválasztották az Egyesült Államok elnökének miközben őt választották meg elnöknek. Az amerikai sajtó már akkor is megcsinálta azt, amit 2016-ban ugye Donald trump szemben, hogy sokkal annyira esélytelennek tartották, hogy kihozták, már kinyomtatták az újságot arról, hogy Hillary Clinton lesz az elnök. Aztán ugye nem így alakult, csak zájében mondom, ez megtörtént a 40-es években is. Thomas Dewey pedig akkor New York állam kormányzója volt, és a politikai elv, vagy politikai érdek valószínűleg arról szólhatott ilyen esetben, hogy a Harry Truman hát nagyon sok szavazatra számítható a New York államból, hogyha esetleg támogatja Izrael államnak a megalapítását, illetve a vele való diplomáciai kapcsolatok felvételét. De a legfontosabb érve a stratégiai volt olyannyira, hogy még a State Department-tel, tehát a, külügy, a külügyminisztériummal, és az akkor még fiatalnak számító Pentagonnal és CIA-vel szemben is ment, hogy igazából támogatja ennek az államnak a létrehozását, mert szükség van minél több szövetségesre, a, hideg, a körvonalazódó hidegháborúban. És általában így rögzül ez a tudatban, hogy az Amerika Egyesült Államoknak egy ilyen különleges, special, különleges szövetségese Izrael a közel egy ilyen Japánhoz hasonlóan elsőjezhetetlen hadihajó, ami egy konkrétan Izrael kapcsolatban elhangzott még a 80-as években Alexander Haig külügyminiszter részéről, azonban ez nem volt teljesen evidens eleinte. Tehát például az Eisenhower adminisztráció az 50-es években nem volt kimondottan mondjuk közeli, vagy nem ápolt kimondottan közeli kapcsolatot Izrael államára, elég a szuezi válságra gondolnunk, ahol kifejezetten feszült volt a helyzet egész konkrétan a két ország között. A változás azon 50-es évek végén, 60-as évek elején következett be. 58-ban, amikor a nyugatbarát iraki kormány, illetve hát a királyság megbukott, és helyette gyakorlatilag egy új rendszer lépett, akkor az Egyesült Államok, ugye Eisenhower elnök vezetésével a katonákat vezényelt uh, uh, Libanonba, és igazából vannak, akik innen számolják a közel-keleti. Hát, uh, uh, békjóit az Egyesült Államoknak, mint az amerikai jelenlétnek a, az állandó mond okát, hogy állandóan ott kell lenni a közelkeleten. Na ebben Izrael támogatta az Egyesült Államokat, és a 60-as évek elejétől a Kennedy adminisztráció kimondottan szimpatikus volt, vagy kimondottan szimpátiával viszonyult Izrael államhoz, olyannyira, hogy ez a special, tehát a különleges jelzőt, azt állítólag Kennedy elnök használta Izrael állam vonatkozásában, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy sziklaszirád amerikai támogatásról beszélhetünk, amit ugye a különböző háborúban, Napos háborúban, 67-ben, vagy a jonkib háborúban, 73-ban az Egyesült Államok többek között fegyverszállításokkal is ugye, jelzett, illetve szemléltetett. És gyakorlatilag az volt az amerikai külpolitikának, és ez itt a fő üzenet, az volt az amerikai külpolitikának a fő konklúziója, hogy egyrészt kétpárti konszenzus van odahaza a társadalom és a politikai elit részéről, hogy Izrael államot elsősorban stratégiai megfontolásból támogatni kell. Egy, kettő, nem igazán van más, aki ezt megtenni helyettünk. Értem ez alatt azt, hogy az Egyesült Államok olyan hegemon helyzetben van, a nemzetközi politikában, vagy hegemon közeli helyzetben, hogy másra nem is nagyon számíthat Izrael állam, akár úgy, mint támogató, vagy akár úgy, mint közvetítő, bármilyen furcsa hangzik ez a kettő szerepkör egy mondatban. Úgyhogy ilyen szempontból ezzel zárta le a hidegháborút az Egyesült Államok, ami a hidegháborút követően is abból a szempontból folytatódott, hogy ez a hegemon helyzet megerősödött az Egyesült Államok részéről, ugye valami már hiperhatalomként említett, hivatkozott az Amerikai Egyesült Államokra, ami viszont változott ekkor. Az egyrészt az az, hogy az a Izraelnek a jelentősége az amerikai külpolitikában átmenetileg csökkent, aztán később nyilván a 2000-es években erőte, erősebb lett, viszont ami ott odahaza változott, és itt igazából erről szól ez a mai prezentáció, az a konszenzusnak a hiánya. Lehet, talán régebb óta fiatalabb hallgatók emlékeznek rá, hogy a 90-es évek elején ugye Bill Clinton úgy nyerte meg a választást az idősebb George Bush-sal szemben, hogy George, George Bush ugye négy évig elnök volt, elvileg ő nyerte meg a hidegháborút, az amerikaiak nem mindig ragaszkodnak ez a kifejezéshez, hogy most megnyerték vagy nem nyerték meg, és attól függ, kit kérdezünk, de az ő elnöksége alatt omlott össze a Szovjetunió, ő, ő elnöksége alatt sikerült új egyesíteni Németországot, hogy abból nem lett újabb hát a történelmi fiaskó vagy probléma. Az ő gyakorlatilag volt cia és tapasztalata, kínai népköztársaságban volt korábban a diplomáciai képviseletben, tehát gyakorlatilag óriási külpolitikai tapasztal rendelkezik George H.W. W. Bush, uh, vele szemben meg volt arkansas kormányzó, Bill Clinton, akinek minimális a külpolitikai tapasztalata, és mégis nyert. Hogyan nyerhetett? Ugye mondja, akkor volt ez a nagy szlogán az akkori választáson, it's the economy stupid. A gazdasága lényeg, semmi más. Zárójel jegyzem megemlékezzenek vissza a 2004-es választásra, ahol gyakorlatilag az ifjabbik busz szintén behúzta az elnökséget, annak ellenére, hogy már egy éve zajlott ugye az iraki háború, Egyrészt, másrészt pedig, ugye, ha visszaemlékszünk, akkoriban már a moziban ment a Fárenhely 911, ahol konkrétan nem csak azt mondták, hogy ez az egész egy hát mesehabbal is, hogy nincs miért bemenni Irakba, illetve Afganisztánba, most ezt nem, ö, ö, nem ö, nem érdemes ezt most különösebben taglalni, de hogy konkrétan tömegeket szólítottak meg. Az emberek mozikba mentek és fizettek pénzt azért, hogy ilyen koncepciókat hallgassanak a kampány kellős közepén 2004. júliusában. Ha az állajában érzem meg, akkor még ilyen is elhangzott, hogy igazából George W. Bush nem is legitim elnök, mert hogy elcsalta a választást egy csak perspektívaképp mondom, hogy amiket manapság hallunk, hogy akkor konkrétan mozikban játszottak ilyen filmet, és pénzt be az emberektől, hogy ilyen gondolatokat terjesszenek. Zárójelbe bezár. Szóval igazából az amerikai külpolitikai iránti érdeklődés az amerikai társadalomban jóval gyengébb volt a 90-es évektől kezdve, és megjelentek olyan irányzatok, amelyek inkább egy visszahúzódó, egyes esetben egy, egy neo-izolacionista politikát, politikát jelentettek. Ez konkrétan a Walter Russell mead diplomácia történész által szemléltetett vagy kitalált Jeffersoni és Jacksoni hagyomány. A Jacksonit különösebben talán nem kell bemutatni, ez a Donald Trump féle külpolitika. A Jeffersoni pedig sokan Barack Obama-val társítják, hogy egy fokkal békésebb, egy fokkal ö, kevésbé hajlamos fegyverhasználatra, de gyakorlatilag ugyanúgy egyfajta visszavonuló jellegű külpolitikát folytat. Elsősorban a hazai társadalmi gazdasági problémákra koncentrál. Ugye itt elhangzott egy korábbi előadásban ugye a drónoknak az alkalmazása a a, a, az ellenség hát, megsemmisítésére. Ugye ebben egyébként Barack Obama, a Barack Obama kormányzata volt a, a csúcs ilyen szempontból. Én láttam olyan elemzést, ami gyakorlatilag napi átlag legalább 100-150 ilyen parancsról szólt, hogy gyakorlatilag Barack Obama ezt hanem is 100% aláírással, de egyébként engedélyezte konkrétan a közel-keleten. Tehát gyakorlatilag, meg elsősorban igazából Afganisztánban, de hogy alapvetően megjelentek ezek az irányzatok, és egyre nagyobb teret nyertek az amerikai társadalom gondolkodásában. Viszont ami kimondottan Izrael kapcsolatban felmerült, az gyakorlatilag már a 60-as évek végére a hatnapos háború, és kifejezetten a Jomkipú háborúra visszament, 73-ig, az a gondolat, hogy tulajdonképpen a Dávid kontra Góliát harcban ki is itt a Dávid, és ki is a Góliát. Az amerikai társadalomban egyre jobban elterjedt az a gondolat, és kimondottan baloldali körökben, hogy annyira egyenlőtlenek az erőviszonyok, katonai erőt, meg politikai kapcsolatrendszert illetően, hogy igazából lehet, hogy a gyengébb fél az tulajdonképpen a palesztin, és őket kellene támogatni, mert hogy az amerikai társadalomban, egyébként történet, meg kulturális okokból is, mindig benne van a konszenzus keresésnek a gondolata. Tehát ez több felmérés is igazolja, hogy nagyon sokan, elsősorban egyébként a baloldalon, még mindig hisznek egyébként a két, párt, két állam megoldásban, de még mindig hisznek abban, hogy ez békés úton még rendezni lehet. Tehát egyrészt felmerült ez a gondolat. Másik, ami felmerült, az konkrétan annak a gondolata, hogy ha én Izrael-el szimpatizálunk, majd az Egyesült Államok, akkor az országgal szimpatizálunk, a nemzettel szimpatizálunk, vagy az adott ország kormányával szimpatizálunk, és ez nagyon nem mindegy. A jobb oldalon a 70-es évektől kezdve, amikor az evangeliká vagy neoprotestnás mozgalom kulturális okokra hivatkozva megerősítette ezt a szövetséget Izrael állam felé, ez gyakorlatilag nem merült fel ez a fajta megkülönböztetés. A bal oldalon nagyon is, és erre is majd mindjárt lesznek infografikák, illetve felmérések. A harmadik, ami felmerült, hogy igazából a régi vagy az új generációnak az érveit vagy igényeit kellene a külpolitikának kielégítenie. Erről szól gyakorlatilag a második rész az előadásban. Ha megnézik az amerikai egyetemeken, a 18-tól 29 éves korosztály az, aki a legmarkánsabb álláspontot képviseli Izrael és Palesztina viszonyát, illetve az Egyesült Államok szerepét a konfliktusban, és a legkritikusabb az amerikai kormányzattal szemben, kimondottan a Biden adminisztrációval szemben, is úgy, hogy egyébként demokrata szavazókról beszélünk. Erre is majd minél kitérek. De a legfőbb probléma, ami átterje az amerikai társadalmat, és ezt az egészet mind, Aláhúzza, az egy belső politikai megosztottság, a korábban említett polarizáció, ami pártunkon belül is létezik. Izrael szempontjából a Hát egyfajta mérföldkő ilyen tekintetben a 2016-os választás volt, de nem Donald Trump miatt elsősorban, hanem a másik oldalon, a demokrata oldalon. Ha visszaemlékszünk, Hillary Clinton nyithatta meg a jelölést, viszont ugye igen komoly kihívója volt Bernie Sanders. És Bernie Sanders volt az, aki amikor a külpolitikáját megfogalmazta, mint jelölt, akkor igazából a közel-keletet jelölte meg, mint egy fő úgymond területet, ahogyan foglalkozna a megváltoztatna az amerikai külpolitikát, és konkrétan az, az izraeli palesztin konfliktust vette elő, és gyakorlatilag eléggé kritikus gondolatokat fogalmazott meg Izraelrel szemben. Félreértés ne essék. Amikor döntöttek a jelölésről, akkor egyrészt hogy a Hillary Clinton nyerte meg a választ, a, a, az indulásnak a lehetőségét, a demokrata pártait hadhatós támogatásával. Másrészt a szintén pártait által támogatott platformba, tehát ha tetszik, a párt hivatalos programjával, amivel az elnök jelölt indul, abban nem kerültek bele ezek a kritikusabb gondolatok, progresszív valoldali gondolatok, de maga a tény, hogy vita volt róla a Nemzeti Pártkonvención 2016 nyarán, az gyakorlatilag már egy precedens nélküli dolog volt. Ugye túloldalon, a republikánus oldalon ilyen dolog nem történt. Az összes jelöl, Donald Trump mellett, Ted Cruz, Marco Rubio gyakorlatilag szintén egy izrael barát külpolitikát fogalmazott meg. Annyiban volt egyébként még markánsabb változás a jobb oldalon, hogy a, nemzeti, a republikánus párt nemzeti platformjába vagy pár platformjába belekerült az, hogy ha az elnök jelöltünk győz, a Donald Trump győz, akkor a nagykövetséget átteszi Jeruzsálembe, amire a 90-es évek óta egyébként törvényi felhatalmazása van, sőt, kötelessége van az elnöknek, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem volt köteles ezt végrehajtani. De gyakorlatilag elméletileg ezt a 90-es évek óta az amerikai elnöknek, akár kis volt hivatalban, meg kellett volna tennie, fél évente mindig revidiálta, hogy most akkor megteszi, vagy nem. Ugye emlékezzünk vissza, hogy mekkora hajcikő volt akkor, hogy Donald Trump teszi a nagykövetséget Jeruzsálembe, vagy sem. De ez is egy markáns különbség volt, mert ez effektíve azt jelentette, hogy nem hisz a két, pár, két állami megoldásban. Ami az addigi amerikai gyakorlat, meg az amerikai diskurzustól merőben eltért. Ha megnézzük a közelménykutatásokat, akkor azt látjuk, hogy 2001 és 2018 között az amerikai közélet rendkívül polarizálódott. A felső ábrák mutatják azt, hogy milyen volt Izrael, illetve Palesztina támogatottsága a republikánus körben. Ez különösebben nem érdekes, mert alapvetően következetes képet mutat. Erős volt és még erősebb lett Izrael támogatottsága, miközben palesztinai kimondottan gyengült. Az érdekes az igazából a demokrata oldalon van lent, azzal együtt, hogy a Palesztina támogatottsága mindig is egy fokkal erősebb volt, mint a republikánus oldalon gyakorlatilag 2001 és 2018 között a párton belüli általános támogatottság, ezt mutatják a baloldali grafikonok, majdnem, hogy megcserélődtek, tehát kifejezetten csökkent Izrael támogatottság, amiközben a palesztinoké nőtt, és hogyha párton belül nézzük meg a, ha úgy tetszik, frakciókat vagy irányzatokat, a Pew Research Center csak a konzervatív és progresszív vagy liberális ágat nézte meg mindkét nagy párton belül, mert ezek gyűjtő pártok, akkor azt lehetett látni, hogy megint republikánus oldalon vannak különbségek, de igazából párhuzamos a két, a két, grafikon, viszont a demokrata oldalon gyakorlatilag a konzervatívok is, és a liberálisoknak is részéről is csökkent a támogatottsága a Izraelnek, de igazából a liberálisnak nevezett ágon belül csökkent igazán. A liberálist azt idézebe kell venni, zárójelbe jegyzem meg, általában a progresszívet értünk alatta, csak a a Pew Research Center általában belpolitikai felméréseknél szokta használni ezt a jelzőt, hogy magát progresszívnek vagy radikális liberálisnak valló szeméről van szó. Másik felmérés, hogy visszautalva arra, hogy ki mit lát Izraelben, országot, nemzetet, vagy konkrétan a kormányzatot. Így gyakorlatilag a 2018-as felmérés a fel ábrán mutatja, hogy azok, akik nem támogatják Izraelt, az gyakorlatilag 41%-os arányban vannak, 55%-os arányhoz képest általában az amerikai társadalomban, tehát ez jobb és baloldalt oldalt egyaránt, és ebből a 41%-ból, tehát akik nem szimpatizálnak Izraellel, azok egész konkrétan elsősorban nem a nemzettel vagy az országgal nem szimpatizálnak, hanem a Netanyahu kormányjal. Tehát gyakorlatilag azt mondható el, hogy az Amerika Egyesült Államokban a polarizációt az nem csak egy általános Izrael vagy Palesztina kérdésként kezeli az amerikai közvélemény, hanem konkrétan azt nézi, hogy alatt esetben ki van kormányon Izraelben is ki nincs, és ebből a szempontból az amerikai baloldal nagyon haragszik a Netanyahu kormányra. Részben azért, mert úgy gondolják, hogy Hát megsértette azokat a, az elveket palestinával szemben, hogy lehetővé tennék a két állami megoldást. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat nyilván nem tetszik nekik az, baloldali progresszív táborként, amit mondjuk ott esetben bírósági reform vagy más belpolitikai reformokat hajt végre. És van egy harmadik szempont, amire az amerikai közvélemény kimondottan a progresszívek nagyon harapnak, hogyha mondjuk az adott kormány, jelenesebben esetben a Netanyahu kormány, látványosan jó kapcsolatot ápol a másik oldalral a republikánusokkal. Ugye amikor volt az iráni nukleáris megállapodás, vagy hát a, az iráni atomalkú, ugye Obama adminisztráció alatt, akkor Netanyahu, ö, Benjamin Netanyahu elment a kongresszusba, pontosabban a kongresszus meghívta Tányjáut, hogy konkrétan érveljen az ellen, hogy hát ne támogassák majd a szenátusban, meg általában az amerikai külpolitikában azt az Obama tervet, hogy konkrétan megkötessék az alkú Irán, illetve az Egyesült Államok, meg a többi partner között. Körülbelül 60 szenátor a százból. 60 tiltakozott, vagy zsr, a szenátor és képviselő az 534-ből tiltakozott a látogatás ellen, mert hogy az elnökkel kellene találkozni, hanem pedig a kongresszussal. Másrészt a demokratákat nem kérdezték meg a republikánusok, hogy meghívják vagy sem. És konkrétan úgy tiltakoztak, hogy jelen sem volt a többek között Bernie Sanders sem volt jelen. Ugye a zsidó Bernie Sanders szintén nem volt jelen ezen a találkozón. Úgyhogy gyakorlatilag erre nagyon harapnak a, a demokraták, és ugye ez is visszahozza azt a belső polarizációt, amiről beszéltem. Ugye csak egy zárójeles példa. Én beszélgettem egy, csak ennek a pandantjára, vagy ennek a margójára, bocsánat, Uh, beszélgettem egy ismerősömmel néhány évvel ezelőtt arról, hogy hát mi a véleménye a 16-os választásról, amikor megválasztották Trumpot, és demokrata, illet, demokrata uh, oldalról szartozott az illető, és azt mondta, hogy hát nem is érti, hogy választották meg Trumpot. Hát volna biztosan olyat ígért bizonyos választok amit ami most akár hazudott, akár nem ami, ami nem, ami, szimpatikus volt a körülben, és konkrétan megve, megvásárolta idézőben a szavazatukat mondjuk például Nyugat-Virginiában, hogy nem fogja bezárni a szénbányákat. A Hillary Clinton úgy ment oda, hogy majd napelemeket fogtok gyártani. Ezt mondta a harmadik generációs szénbányászoknak. És akkor hát mondja a hölgy nekem, hogy hát, hát igen, de hát nem hozta vissza a szénbányákat. És hát mondom, és akkor jó, és akkor mi volt a ráció, hogy akkor miért támogatnák még? És azt mondja nekem, hogy így, hát én sem akartam elhinni, de azt mondták, hogy nem baj, ha nem tartja be az ígéreteit, legalább nem a ti elöltetek győzött. Ugye erre szoktam az, a hallgatóknak azt mondani az értem, hogy hogy van angolul az a szó, hogy kár öröm. Tudja valaki? Nincs rá szó. A németektől a schadenfreude vették át. Maga az érzés az létezik, meg a úgy kell neked, serves you right, az is megvan, de a kár öröm, mint ilyen, igazából az amerikai kultúrából, nem azt mondom, hogy nincs, de maga, magára a szóra igazából nincs egy kifejezésük. Ugye ez gyakorlatilag már 2016-ra elképesztően megjelent a politikában. Még a Pew Research Centernek volt egy olyan felmérés a 16 ból hogy megkérdezték az embereket, hogy ki miért szavaz Trumpra és Clintonra. Különböző érvek jöttek elő. Az egyik érv az volt a legerősebb érv, nem kizárólagos, de a legerősebb érv, a leg inkább támogatott érv az az volt mindkét oldalon, hogy azért szavazok Trumpra, mert ő nem Clinton. És azért szavazok Clintonra, mert ő nem Trump. Tehát itt vagyunk most. Sőt, itt voltunk évekkel ezelőtt, most még rosszabb a helyzet ilyen szempontból, és hogyha ebbe a külpolitika bekerül, akkor még jobban elmérgesedik a kapcsolat, kimondottan a progresszív szárny, baloldali progresszív szárny és ebben Izrael között. Ami igazából itt érdekes még a szlájdról, és ez itt igazából a fő gondolat, Hogyha megnézik a felmérést korosztály, illetve társadalmi háttér alapján, akkor azt lehet látni, hogy a 18 és 29 év közötti korosztályban a leg hát rosszabb a vélemény kimondott a Netanyahu kormánya a szemben, illetve ahogyan egyre, uh, Itt látható. ahogyan egyre képzettebbek, egyre iskolázottabbak az emberek, tehát gyakorlatilag egyetemi oktatás és azt követően posztgraduális képzés, hasonlóképp annál negatíva, annál rosszabb a megítélésük az izraeli jobboldali kormány irányába, az alsó kiemelés pedig kimondottan a liberális érzületű emberekre vonatkozik. Ezek részben átfedik egy más, csak azt mondom, hogy különböző szeletek vannak a társadalomból, és az lehet látni, hogy a fiatalok körében, és főleg az egyetemi fiatalok körében már 2018 előtt érezhető volt, hogy ők igazából nem szimpatizálnak úgy általában az izraeli kormányjal szemben. Zárójelben csak még egy érdekesség, csak hogy látható legyen. A jobb szélső oszlop jelzi azt, hogy hallottál-e egyáltalán az izraeli kormányzattól. A legnagyobb arány, 50% az az említett 18-29 éves korosztálynál. Tehát nagyon határozott véleményem van, ami szembe megy az amerikai társadalomnak az általános véleményével, de egyébként nem vagyok annyira tájékozott, és ezt én magam mondom is a felmérésben. Úgyhogy alapvetően ilyen felmérések vannak. Ö, nem akarok ezzel sok időt eltölteni, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ez 2023-ban is így volt. Tehát már 2023. decemberében is jöttek el olyan felmérések, amelyek alapvetően a 18-29 éves korosztályban az október 7 i események kapcsán is inkább egy kritikusabb hozzáállást mutattak izrael szemben, mint Palesztinával szemben. Félreértés ne essék. Én nem azt mondom, hogy a fiatalok Amerikában azok mind palesztin pártiak, vagy, vagy Hamas pártiak a esetben. Nem ezt állítom, mert egyébként vannak olyan felmérések, amelyek mutatják, hogy ő nekik a többségük is úgy gondolja, hogy alapvetően nagyobb felelősség terheli a Hamászt azért, ami október 7-én történt, mint mint mondjuk Izrael államot. De a tendencia az egész jó kimutatható, hogy sokkal kritikusabbak az izraeli kormányjal szemben, vagy a saját kormányukkal szemben is. Ugye erre, ut erre utaltam az elején, hogy a lakosságnak hány százaléka gondolja úgy, hogy Joe Biden elnök részrehajló. Izraellel, vagy Palesztinával szemben, vagy a palesztinokkal szemben. Megint a fiatalok körében a legdurvább az arány. 27% úgy gondolja, hogy túlságosan Izrael barát a Biden adminisztráció. Mindezt úgy, hogy egyébként a jobb oldal meg ki van akadva Joe Bidenre, hogy nem támogatja eléggé Izraelt. Csak hogy érthetőre is az utolsó gondolat, hogy ez miért borzasztóan fontos, a, a fiatalokkal szemben, csak az utolsó gondolat, hogy Borzasztóan nagy kérdés, hogy a 2024-es elnök választáson a 18-29 éves korosztály hogyan fog szavazni. Ugye ők azok, akik semmilyen többségük, semmilyen körülmények között nem szavazna republikánusra, több mindegy, hogy Trump vagy nem Trump, nem szavazna rájuk. Ők azok, akiknek a, támogatását kimondottan az egyetemistákért Joe Biden igyekszik minél jobban behúzni. Joe Biden 2022 nyarán jelentette be, hogy minden 10 ezer dollár körüli diákhitelt azt megpróbál eltörölni. Ezt az Alkotmánybíróság vagy legfelsőbb bíróság elkaszálta, de más törvényi felhatalmazáson folyamatosan csinálja az amerikai elnök. És ugyanez a korosztály, aki ezt élvezi, vagy ennek a, ezt a kormányzati támogatást élvezi, közben, ugye amióta október 7-e utáni események kialakultak az Egyesült Államokban, időnként tüntet a fehér ház előtt, hogy a múltkor majdnem ledöntötték, és kimondottan gyilkosnak nevezi ugyanezt a Joe Biden-t. Ez a nagy kérdés, hogy a 18-29 éves korosztály, főleg ha egyetemet végzett, hova fog szavazni. Csomó másnál egyébként teljesen egyértelmű, hogy hova szavaznak, de náluk ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni. Hasonló a helyzet egyébként csak zárójában a kék galéros uh, 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 munkavállalókkal. Amerikai szemmel több történelmi, és igyekszem rövidre zárni, több történelmi és kulturális gyökere is van az Izrael barát külpolitikának az amerikai társadalom részéről. Ugye általában azt szokták kiemelni, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörre épülő országról van szó. Nagyon komoly párhuzamok kimutathatóak a két ország alapításával kapcsolatban. Ugye az amerikaiak John Winthropra visszavezetik 1630-ra, hogy a hegyen fénylő városnak a gondolatát, amit ugye a Biblia, biblia alapján tett kijelentés, aminek ugye több megfelelője is van az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. hogy az, új, az Ószövetségben Izajás profitának a könyvéből van egy idézet, hogy nemzetek világosságával tettelek, vagy nemzetek világossága leszel. Tehát több ilyen kulturális ilyen utalás is van. Thomas Jefferson például, amikor a címerre lehetett javaslatot tenni, hogy az Egyesült Államoknak a logója vagy címerében mi legyen, konkrétan az Exodus, tehát a kivonulást akarta szemléltetni azért, mert az amerikai gondolatban az ország alapítása azt jelenti, hogy kimegyünk a csúsztatok. Kimegyünk a prérire, kimegyünk a frontier, a határvidékre, ahol csak magunkra számíthatunk, senkit nem érdekel, hogy kinek milyen diplomája van, meg milyen európai ranggal rendelkezik, csak az számít, hogy meritokrácia, self-made man, hogy saját magad megvalósítod érdemek alapján, és hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor megbecsülünk téged. Hasonlóan lekítenek sokan Amerikában ugye az Izrael áram, vagy a zsidókra, 1948-at követően, főleg, ha még emelé hozzátesszük azt, hogy milyen haderőt tartanak fenn az amerikaiak, mert milyen haderőt tartanak, tart fel Izrael állam, akkor meg kifejezetten erős ez a párhuzam. Na most ennek a kritikai értelmezésében viszont ugyanez megfordítható, mert a baloldali progresszív ideológia meg azt mondja, hogy pont ez a probléma, mert igazából a kivételesség, amit az amerikaiak is, meg, Izrael, meg a zsidók is, akár a Bibliára, akár a saját történelmükre hivatkozva állítanak magukról, az tulajdonképpen amerikanizált kolonializmus, tehát az, hogy valaki kimegy a idézőjelben senki földjére, az valójában nem a senki földje, hanem vannak ott helybéliek, vagy őslakosok, akiket nagyon nem kérdeztek meg, hogy ott konkrétan meg, megcsinálják-e magukat, vagy sem, vagy megvalósítsák magukat, vagy sem, és emellé, ebben konkrétan fegyveres erőszakot, vagy hát durvájárásokat alkalmaznak. Ez legalábbis a progresszív, vagy kimondottan a kritikai elmélete, vagy olvasata ugyanennek a történetnek. De ez nem csak Izraelről szól. Egy tágabb történetről van szó. Itt egy dologra hívnám fel a figyelmet. 2019-ben jelent meg a New York Times-ban a Pulitzer díjjal illetett 1619 Project nevű írás, Nikol Hannah Jones tollából. A 1619 Projectnek a lényeg, vagy 1619-es projektnek a lényege, hogy az Egyesült Államokat valójában nem 1776-ban alapították, hanem 1619. augusztus 20-án, amikor is a leges-legelső Afrikából akarata ellenére behúrcolt rabszolgának az átadásáról van jegyzőkönyv. És hogy igazából az Egyesült Államok, meg egész Észak-Amerikának a gazdaság története, az végső az afroamerikaiak szisztematikus kizsákmányolásáról szól. Erről szól gyakorlatilag a cikk, csak hogy érezhető legyen, hogy ez nem egy intellektuális vita, hanem konkrétan az amerikai társadalomnak az egészét átjárja, ne csak a BLM tüntetésekre gondoljanak, az lesz majd a habatortán, hanem konkrétan a kormányzatot, a szövetségi kormányzatot, a Trump adminisztrációt arra késztette, hogy ellenlépést tegyen. Ez volt az 1776-os bizottság, hogy gyakorlatilag konzervatív történészeket sorakoztatott fel annak érdekében, hogy írják már meg az Egyesült Államok történetének, meg politikai küldetésének a lényegét. Egyébként ez elérhető mai napig az interneten. Ha valaki letöltés, elolvassa, azt látja, hogy egy mainstream amerikatörténetkönyvről van szó, akkor a feszültségben van a kettő irányzat egymással, hogy amikor ez külön elnöki rendelet volt, hogy ezt ö, megalapítsák, ezt a bizottságot, amikor Joe Biden 2021. januárjában hivatalba lépett, hát nem az első, de ha jól emlékszem, az első tíz rendeleteinek az egyikében ezt szépen meg is szüntette, mert hogy ez megosztó olvassák el, szerintem egyiket egyáltalán nem az. Az 1619-es projekt az ebből a szempontból rendkívül megosztó ugyanakkor, és ez konkrétan, ugye, amit láttunk 2020-ban a tüntetéseken visszaköszönt. A tüntetések kapcsolatban azért beszélek, mert ez nem csak, hogy tematikusan illeszkedik Izrael és Palesztinak viszonyához, hanem ideológiailag, sőt szervezetileg, és valamennyire még pénzügyileg is összefonódik a kettő. Az amerikai polgárjogi mozgalom alapvetően inkább Izrael barát volt a 60-as, 70-es években, leszámítva a radikálisabb irányzatnak a tagjait. Itt Malcolm X-et lehetne kiemelni, ugye muszlim valású Malcolm X-et, aki konkrétan arról beszélt, hogy attól, hogy mi eredendően Afrikában, Afrikából származunk, az nem jogosít fel minket arról, hogy visszamegyünk Afrikába, és az azóta ott letelepült embereket kiszorítsuk a területükről. Ugye megfogalmazott egy ilyen kritika, ugye nyilván ez marginalizálta az ő, az ő ö, pályafutását, ö, illetve megemlíthető még a fekete párduszok még a 70-es éveből, akik már akkor olyan nyilatkozatokat tettek, hogy Izrael államban apartheid van, illetve konkrétan szisztematikus elnyomása a palesztinoknak. Tehát igazából radikálisabb irányzatban jelent meg, majd, het, majd körülbelül 20-30 évig csend volt, mert a 70-es, 80-as évektől kezdve Igazából, ahogy mondtam, háttérbe szólt Izrael kérdése is az amerikai közéletben. A fekete párducok, meg a polgárjogi mozgalomnak a radikális szárnyai szintén háttérbe moz ö, kerültek. Megszakadt ilyen szempontból a kapcsolat. A 2010-es években jött létre újra. Ugye három nagyobb, vagy híresebb halálesetre került sor a 2000-es évek elején. 2012-ben a floridai állami Sanfordban volt rendőri intézkedés egy fiatal embere ellenére, a Trayon Martin ellen. Ahol a rendőrt, rendőrt, aki, hát gyakorlatilag megölte ezt a fiatalembert, azt felmentették, illetve egy fokkal ismertebb eset az 2014-ből. A Missouriból egész konkrétan a Michael Brownnak a meggyilkolása, amely kapcsán nagyon durva tüntetések voltak. Itt már a Ferguson-i tüntetések kapcsán már előjöttek a palesztin zászlók és a palesztin gondolatok, vagy palesztin párti gondolatok. És ugye George Floydnak a meggyilkolása volt az, ami aztán végképp jelezte, hogy mennyire összekapcsolódik a két irányzat. Ugye a palesztinában konkrétan szimpátia tüntetéseket tartottak George Floyd mellett, és konkrétan tudunk esetekről, amikor akár a BLM mozgalom, akár valamelyik szervezete konkrétan elutazott a közel -keletre, és ott, hát, hogy tetszik, eszmecseréket folytatott a helybéliekkel, és olyan párhuzamokat, vagy kapcsolódási pontokat próbált felderíteni, mint például a Luisiani állami rendőröket, azt milyen izraeli hatósági szereplők próbálják kiképezni, izraeli technológiával, izraeli eljárásokkal, és hasonló tapasztalatokkal felruházva. Tehát ilyen szempontból ez a logikai kapcsolat ez elég szorosan létrejött, ahol igazából még erősebb volt, az az egyetemi világ. Az egyetemi világon még jobban ez megjelent. Ennek a legismertebb irányzata az úgynevezett BDS mozgalom, ugye bolykottálni, a befektetéseket elirányítani, vagy megakadályozni az izraelbarát befektetéseket cégekbe, illetve különböző vállalkozásokba, valamint szankcionálni Izraelt. Ez alapvetően egy kulturális, vagy éve akadémiai mozgalom, ami 2004-ben indult a második intifáda alatt, a aszimetikus hadviselés részeként, és ez szépen nagyon Hamar gyakorlatilag 2006-2007-ben beszivágott az Egyesült Államokba is, elsősorban az akadémiai életbe. A fő szere, főbb szereplők itt ebből a szempontból, a jobb színen látható szereplők, a US Campaign for Palestinian Rights, ami nem egy diákszervezet, hanem egy lényegében egy társadalmi civil szervezet, ami kifejezetten pénzügyileg támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a palesztin kérdést napirendre helyezik. A támogatások egy részét egyébként az Act Blue adománygyűjtő rendszeren keresztül biztosítja. Ez a Demokrata Pártnak a legnagyobb ilyen adománygyűjtő szervezete illetve a USACBI-t, a US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel az, ami a legnagyobb ilyen amerikai szervezet. Vele együtt pedig, akik pedig ott vannak a kampuszokon és konkrétan tüntetéseket szerveznek, azok a Students for the Justice of Palestine nevű szervezet. Ők gyakorlatilag olyan megmozdulásokat szerveznek a konfliktustól, tehát a közelkeleti konfliktustól függetlenül, majd hogy október 7-én történt, attól függetlenül, amelyek szemléltetni hivatottak esetben a kilakoltatásokat, a, telep a betelepítéseket, illetve a különböző a tüntetők szerint a palesztinokkal szemben kifejezetten durva atrocitásokat. Ilyenekre gondoljanak, hogy bemennek a kollégiumba, és akkor kirakoltatási értesítőket dobálnak be, ilyen szórólapokat az ott lévő diákoknak, zsidóknak, nem zsidóknak egyaránt, és akkor gyakorlatilag a, a a határán mozogva végzik ezt. Gyakorlatilag ezt folyamatosan vég, ö, folytatják, ezért már évek óta, október 7-ét megelőzően felmerült ez a gondolat, hogy tulajdonképpen zsidónak lenni Amerikai Egyetemeken nem is annyira kiváltság, mert van-e fajta feszültség vagy veszélyérzet folyamatosan, amit a diákok éreznek. Erre több ilyen panasz bejelentés is érkezett. Külön irodák vannak, amelyek nem kimondottan ezzel, de általában a, az egyenlőséggel, a befogadással és a diverzitással foglalkoznak, csak nem erre vannak kiélezve. Ők elsősorban a transz kérdésre vannak kiélezve, a szexuális kisebbségekre vannak kiélezve, és ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Ugye emlékezzenek vissza, mi történt néhány héttel ezelőtt, amikor a Harvard elnökét kérdezték a kongresszusban, hogy Harvard, jogszabály, Harvard szabályaiba, vagy kampusz szabályaiba ütközik-e az, hogyha valaki azt skandálja, hogy el kell törölni Izrael államot, vagy a zsidókat el kell tüntetni a föld felszínéről. Többször megkérdezte ugye a kongresszusi képviselő, és mindig az a válasz jött vissza, hogy hát ez kontextus függő. Úgyhogy alapvetően megtörténnek ezek a bejelentések, csak annyira általánosan vannak megfogalmazva, hogy tulajdonképpen nem tud vele mit kezdeni ezeknek az irodáknak a halmaza, és gyakorlatilag egy ilyen ördögi kör alakul ki, ahol az egyenlőség, diverzitás és sokszínűség inkluzivitási jegyében az egyetemek megpróbálják lenyomni a bemeneteli követelményt. Csak egy konkrét példát említek, ez nincs rajta a szlájdon, hogy Amerikában is létezik az a fajta központi érettségének megfelelő SAT teszt. Az SAT tesztek próbálják megállapít, próbálták megállapítani Amerikában, hogy kinek milyen, majd milyen középiskolásnak milyen akadémiai képességei vannak, számolásban, olvasott szövegértésben és érvelésben elsősorban. Ez 2020-ban felfüggesztette több egyetem a koronavírus járványra hivatkozva, hogy nem tudtak a diákok egyetemre járni, vagy ö, iskolába járni, ezért igazából nem tudtak felkészülni rendesen ezekre a vizsgákra, de 2020-at követően, gyakorlatilag 2025-ig bezárólag, ezek hivatalosan átmenetileg, hát mondhatjuk, hogy évekig felfüggesztésre kerültek nagyon sok egyetemre, konkrétan az összes Ivy League egyetem felfüggesztette, a kaliforniai egyetemi, a kaliforniai állami egyetemi rendszer pedig nem azt mondja, hogy opcionális az SAT-tesztet kitöltened, hanem kimondottan nem nézi az eszéti tesztet, ugyanis, hogyha az eszéti tesztetben jó eredményt érsz el, ez ilyen 1400-1600 pont közötti skálára gondoljanak, az igazából csak azt jelzi, hogy te rendezett körülményekből jöttél, tehát magyarul tehetős a családod, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy társadalmi elithez tartozol. Ellentétben mondjuk az afroamerikaiakkal vagy egyéb más kisebbségekkel szemben, az, kivét, az ázsiai amerikaiaktól eltekintve. Tehát gyakorlatilag az SZT teszteket kidobják. A Dorodnak a pikantéria az, hogy az SZT pont azért vezették be még évtizedekkel ezelőtt, hogy az elitnek az automatikus bejutását kompenzálja tehetséges fiatalokkal, többek között pont hátrányos helyzetű tehetséges fiataloknak a felvételével. Tehát gyakorlatilag ilyen ördögi kör alakul ki. Itt utalnék vissza arra, amit az, az, az egyik felmérésben mutattam, hogy a legmarkás Véleménye van a fiataloknak az izraeli-palesztin konfliktusról, úgy, hogy ők maguk mondják, hogy nem igazán tájékozottak az ügyben. Tehát erre vannak kiakadva az egyetemekre Amerikában, főleg az amerikai jobb oldalon, hogy tulajdonképpen az egyetemek lenyomják a, felvét, a bemeneteli követelményt. Ha már bejutottak a diákok, akkor aki fizetős az perkám, mert ugye az egyetemeknek a három legjobb barátja, ugye Franklin, uh, Grant és Jackson elnök ugye 150 és 20 dollároson, tehát minél többet szeretne belőle látni. Tehát egyrészt, ha már bejutottak a, a hallgatók, akkor tulajdonképpen vagy perkálnak, vagy pedig hát úgy alakítják majd az ő részükre a tananyagot, hogy lehetőleg nem menjenek el az egyetemről. És igazából így, így alakul ki egy ilyen ördögi kör, és ezért haragszanak még jobban az amerikai jobb oldalon, ugye Joe Bidenre, aki ugye közben meg azt mondja, hogy akinek 10.000 dollár körüli uh, diákhitele van, akkor azt elengedjük. És ez innentől kezdve egy ilyen, mondom, ördögi kört hoz létre, legalábbis az ezzel szemben kritikusabb szereplők körében. Habatortán, hogy az említett Students for Justice for Palestine szervezet, az konkrétan szoros kapcsolatot ápol, a zsidó lobbihoz kötött, ugye épek, vagy izraeli lobbihoz kötött épek, palesztin pannantjával vagy pandant szervezetével, amely több módon, kimutatható módon támogatja a vagy pénzzel, vagy kimondottan hát koncepciókkal, törvénytervezeti koncepciókkal a demokrata progresszív szárnyát, akik konkrétan javaslatot tesznek erre a kongresszusban. Az más kérdés, hogy ezek nem mennek át. Tehát gyakorlatilag vannak különböző alulról jövő társadalmi kezdeményezések, elsősorban a diák tüntetések szintjén, de ezek nem szoktak átmenni a nagy politikába, csak kimondottan a látványos tüntetéseken, meg a törvénykezdeményezéseken. Csak és lássak, hogy mennyire nem megy át. A Kolumbia Egyetemben vannak különböző szervezetek, amelyek a BDS mozgalomhoz köthetőek. és csak a kolumbiai Egyetem. Tehát itt ne csak palesztin pártra gondoljanak, itt benne van különböző feminista mozgalmak, különböző a tágan megfogalmazott progresszív baloldali ideológiához köthető mozgalmak, illetve diák szervezetek. De ami érdekes, hogy különböző kezdeményezéseket fogalmaznak meg ezek a szervezetek a diák vagy hallgatói önkormányzatokon keresztül, arra vonatkozóan, hogy hát bolykottálják vagy szankcionálják Hát vagy izraeli egyetemeket, vagy izraeliban működő mondjuk vállalatokat vagy cégeket, akik ugye az adott egyetemnek a partnerei az Egyesült Államokban. És hát lehet látni grafikonon, hogy 2005 és 2022 között kifejezetten 2014, illetve 2020 követően ugrott meg ezeknek a BDS kezdeményezéseknek a száma, de nagyon keveset fogadtak el ezekből. Tehát a kék ábra mutatja az összes ilyen kezdeményezést, a zöld mutatja azt, amit nem fogadtak el, a piros pedig azt, amelyeket elfogadták. Százalékos arányban egyébként ez átlagosan lényegében egy 65%-os kudarcrátát jelent. Tehát magyarul nagyon hangos, nagyon látványos tüntetések vannak az amerikai egyetemeken, Konkrétan van kezdeményezés a hallgatók részéről, hogy akár a tananyag, akár a szankciók, akár bármilyen más vonalon izrael szemben az egyetemi adminisztráció és vezetés is lépjen fel. Ez utóbbi nagyon ritkán történik meg, többnyire egyébként nem, nem jellemző. Európában, illetve tehát a Nagy-Britannia Európának számít. A Manchester Egyetemen például volt rá példa, Amerikában ez nem jellemző, ahol viszont kimondottan erősek ezek a tüntetések és mozgalmak, az gyakorlatilag a nagy politika. Tehát ezért emeltem ki a, párt, a Demokrata Pártnak a progresszív szárnyát, hogy ezeket nagyon jól lehet ugye, kommunikálni a médiában, mert nagyon jól lehet mozgósítani a fiatalok körében. Itt van néhány felmérés ezzel kapcsolatban, hogy a BDS mozgalmat, magát a mozgalmat mennyire ismerik az amerikai társadalomban. Megint itt a fiatalokat emeltem, 2018 és 29 év körötti korosztály, ez is érdekes. Gyakorlatilag ők maguk mondják, hogy 2022-es felmérés, 17 száz, vagy most, hogy 83 százalékuk nem is hallott róla, nem ismeri, de egyébként, hogyha támogatni kell a BDS mozgalmat, akkor... Lényegében egy 8%-os támogatottsága az egyik legerősebb ilyen támogatói kört a alkotnak. A náú csak ami erősebb, az az ateistáknak a köre. Ugye még egyszer mondom, ezek részben átfedik egymást, de gyakorlatilag ez kimutatható az amerikai társadalomban. Az ők ellenpólusuk, tehát a 18-19 éves egyetemen hallgató vagy egyetemet végzett fiataloknak az ellenpólusa, az az említett evangelikál, zsidó-keresztén hagyományt ápoló neoprotestáns irányzat. Ők gyakorlatilag a legmarkásabban izrael barátok és a legszigorúbban fellépnének a BDS mozgalommal szemben. Mit jelent ez a 24-es választásra vonatkozóan meg a jövőt illetően? Ugye itt különböző koncepciók vannak arról, hogy az Egyesült Államok hogyan viszonyuljon a külvilághoz, és hogy a következő generáció hogyan próbálja meg elhelyezni Amerikát a világban és saját magát a világban. Ugye itt az ábrán a klasszikus liberális, nemzetközi liberális modellnek a logikai ábrája látható, ami Dióhéban arról szól, hogy ha békét szeretném, most az Egyesült Államok békét szeretne, nemzek, tartós nemzetközi békét, akkor támogatnia kell a szabadkereskedelmet, támogatnia kell a liberális demokráciát, és konkrétan támogatnia kell a nemzetközi szervezeteket, amelyek egymást is erősítve hozzájárulnak a békéhez. Ez a tankönyvszerű megoldás ugye magára a liberális békére. Na most ezt elég sokan kikezdték, külön könyvtárat lehetne megtölteni most már lassan azzal a szakirodalommal, ami ezt a liberális nemzetközi rendet temeti, ami ilyen Mark Twain jellegű dolog, tehát hogy köszöni szépen egyelőre még jól van, csak struktúrális problémákkal küzdködik, így lehetne talán mondani. Donald Trumpot szokták általában felhozni példaként, hogy ő volt az, aki ezt bedöntötte, ő inkább csak tünet. Csak egyetlen érdekességét hozok fel. A szabad meg nemzetközi szervezetekkel szemben Amerikában már a 80-as években megfogalmazódott kritika az akadémiai részről a demokratikus béke koncepciónak, tehát ami ezt statisztikailag igazolni hivatott, a fő Michael Doyle 1983-ban jelentetett meg egy két részes cikket arról, hogy ez a rendszer nagyon jó, egészen addig, amíg nem jön egy rendszert elsőprő gazdasági válság vagy recesszió, mert akkor hirtelen mindenki saját magával lesz elfoglalva, és lényegében az egyik lába a szabadkereskedelemlágok kiesik ebből a képletből, és szépen összeomlik lépésről lépésre, mint egy kártyavár. Ez az egyik opció. A másik opció, ami potenciálisan veszélyt jelent a rendszerre, ha a hegemón, aki ezt alá az Egyesült Államok, egyszer csak bemondja az unalmas, és azt mondja, hogy elegem volt. Mert hogy úgy gondolom, hogy ez igazából nekem, meg az én társadalmamnak nem éri meg. Ez volt 1983-ban, négy évvel később, 87-ben már volt olyan üzletember Amerikában, aki ezt névvel és arccal vállalta. Kokétan a Larry King Life-ba, a CNN-be kiment, és kiderült, hogy 50 ezer dolláros hirdetést adott fel arról, hogy szerinte miért nem érdemes a nemzetközi szervezeteket az eddigi feltételek mellett támogatni, meg miért veszélyes a szabadkereskedelem, hogyha szabályozatlanul hagyjuk. Úgy hívták az embert, hogy Donald J. Trump. Én nem neki akarok itt kapni, hogy ne értsék félre, csak arra akarok kiukadni, hogy gyakorlatilag ez nem a semmiből jött. Tehát nem most kezdődött, kifejezetten 16-ban inkább egy reakcióról beszélhetünk, és azóta ez az amerikai, nem csak a társadalomban, hanem a külpolitikai gondolkodók körében is tetten érhető. Két fő alternatíva van, ami igazából próbálja, finomhangolni vagy átalakítani ezt a liberális nemzetközi rendet, és mindjárt mondom, hogy ez hogyan kötődik Gázához, illetve Izraelhez. Az egyik a konzervatív internacionalista modell. Ez lényegében a Trump adminisztrációnak a négy éves hát, ö, ö, időszakátban Letesztelt ilyen modell, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy internacionalista, mert borzasztóan aktív külpolitikát folytat, de ugyanakkor konzervatív, ami alatt azt érti, hogy a szabadságot jobban támogatja, mint az egyenlőséget. Ebből azt következik, hogy a nemzetközi szervezetekkel szemben ö, szkeptikusabb, tehát nem, fog, nem fogja a minél szélesebb körű együttműködést a nemzetközi szervezetekben támogatni, hanem megválogatja, hogy kikkel működik együtt és kikkel nem. Ugye gondoljanak itt arra, hogy Trump hogyan lépett ki a WHO-ból, hogy hogyan léptette ki az Egyesült Államokat az egészségügyi világszervezetből, mondván, hogy ők a kínaiaknak falasztak a koronavírus járvány alatt hogy csak egy konkrét példát de lehetne az emberi jogi tanácsot is említeni, ahol az Egyesült Államokat a George Floyd-dal kapcsolatos események miatt hát, elmarasztalták. Olyan országok, ha jól emlékszem, mint arábia meg azt hiszem, dél -Szudán. Nem, nem esett jól igazából, a, és nem csak Trumpnak, hanem sokaknak nem. Tehát, hogy az a baj ezekkel a szervezetek, hogy tök jó modell, az a hármas modell, csak igazából, mivel nyakló nélkül mindenki be van engedve, ezért igazából bel belülről rohad az egész. Erről szól maga a Trumpi kritika, meg az ő, nem az ő, hanem a mögöttele álló intellektuális elitnek a kritikája. Ami még jellemző a konzervatív internacionalizmusra, hogy a fegyveres erőnek a használatát a diplomácia szerves részének tekinti. Tehát, hogyha az amerikai elnök fenyegetőzik azzal, hogy milyen nagyon durva például mondok, atomcsapást hajtana végre mondjuk egy célországgal szemben. Ugye volt ilyen 17-ben, a visszaemlékszünk, amikor az én gombom nagyobb és működik, meg rakétaember, meg hát kevencem az az volt, amikor twittelt egy olyat az elnök, hogy egyeztet 17 szeptemberében, ha visszaemlékeznek, ekkor volt borzasztóan feszült a viszony Észak-Korea meg az Egyesült Államok között. Twittert egy az elnök délután kettőkor, hogy egyeztettem a katonai tanácsadóimmal és a tábornokaimmal, és az Egyesült Államok kormánya nem fogja hagyni, hogy 9 perc szünet. Mert ugye eddig ed 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 a Twitter, a karakterszám elfogyott, és mindenki azt most menjünk háborúba Észak-Koreával. Emlékszik valaki, hogy hogy folytatódott a tweet? Az Egyesült Államok kormánya nem fogja hagyni, hogy transzneműek szolgáljanak a haderőben. <Sz> és akkor megkérdezték James Mattis tábornokot, illetve a védelmi minisztert, hogy akkor jó, oké, okay, megnyugodtunk, rendben, akkor, akkor ez most policy? Tehát, hogy akkor, ez egy hivatalos álláspont? Mert az elnök mondta, hogy a haderő ezt mondta. És azt mondja erre a Mattis tábornok, a diplomáciából is tehetséges volt egyébként, a, az öreg meg kell hagyni, hogy igen, ezt hivatalos fejezés formájában nem kapom, addig, mert nem nyilakozok, addig várok és nem is jött a hivatalos feljegyzés. Na én csak érdekességét mondom, de a lényeg, ha belegondolnak, hogy a Trumpot még fel is nyomták néhányan azzal a gondolattal, hogy Nobel -díjat, béke Nobel-díjat kellene kapnia, hogy nem történt meg. De ugye szokták elhozni azt, hogy azzal együtt, hogy volt uh, igen komoly hát, uh, fegyverhasználati, nem is, hogy hajlam, hanem retorika, inkább azt mondanám, igazából háborút nem indított az alatt a négy év alatt. Mert igazából ez a diplomáciának az eszköze volt, hogy folyamatosan bent tartom a pakliban azt, hogy fegyveres erővel keményen fellépek, például Javelin páncéltörő rakétákat adok Ukrajnának, de csak annyit, hogy, fellassítsam, vagy, hogy lelassítsam az oroszokat. Ugye ő volt az első, nem Obama, ő volt az első, aki ezt megtette. A Sors Fintora, hogy emiatt indítottak el egy impeachment eljárást, illetve ennek a megszegése miatt. Tehát a lényeg az az, hogy alapvetően ez egy szerves része ennek a konzervatív internacionalista iránynak. közel kell ebből ez mit jelent? Emlékeznek, hogy hova ment Trumpnak, az, el, hova vezetett Trumpnak a legeslegelső elnöki útja? Nem Izrael, szaúd arábiában Riádba. Ez volt aztán, hogy emlékeznek rá, a sajtóban ez úgy jelent meg, hogy leszállnak a gépről Melania trump és hogy Melania megfogja a kezét, vagy nem fogja meg a kezét. Ez volt az. Tehát mindenki erről beszélt, arról kevesen beszéltek, hogy ilyet amerikai elnök még nem csinált hogy Riádba visz az első külföldi külpolitikai útja, onnan ment Izraelbe, Izraelből pedig, hát Olaszországon át, ugye a Szentszékre. És ezt az evangelikál, izrael szemben kimondottan pártfogó kör, ezt nagyon jól észrevette, hogy a három Ábrahám vallásnak a spirituális központjába ment. Nyilván poliszi szempontjából ilyen tekintetben nincs jelentősége szakpolitikai szempontból, de választás szempontjából igen. Tehát, hogy kifejezetten ezért volt az, hogy akármi történt az adott év a Trab személye vagy, vagy a fehérház körül, 41% alá, 18 nyarát eltekintve, soha nem csökkent a támogatottsága, mert mindig volt egy kemény evangelikál ö, csoport, aki tűzön-vizen át támogatta. Mert a nagykövetség Jeruzsálemben van, mert a legfelsőbb bíróságon konzervatív ö, tagok ülnek, akik aztán a Ró kontra Véd abortus esetet eltörölték. Tehát gyakorlatilag folyamatosan ilyen szempontból kommunikált az elnök, csak nem voltál fogékony maga az amerikai. Kai média, de legalábbis az a része, ami ezt követte. Tehát, ja, és miért ment szaúd -Arabiába? Azért, hogy fegyver megállapodást kössön a szaúdiakkal. És akkor ennek a végét látjuk ugye az Ábrahám egyezmények kapcsán, hogy Izraelnek mondjuk ez mit jelentett. A harm, az utolsó pont ez a konzervatív internacionalizmussal szemben, vagy hát az is kapcsán, az az, hogy nem akar demokráciát terjeszteni, hanem úgy tekint az értékekre, mint geoideológiai aspektusra, ami azt jelenti, hogy Izrael esetében Izrael képezi a nyugati demokratikus világnak a határát, üzemvizen át támogatjuk, de annál tovább nem megyünk. Hasonló a helyzet egyébként Ukrajnával ilyen szempontból. Tehát csak azért mondom, mert ez így jelent meg a köztudatban, hogy Trump izolacionista még hátot fordít a világnak, gyakorlatilag inkább egy ilyen visszafogott konzervatív mentalitása volt. Ennek az ellentetje a progresszív internacionalizmus. Most nem megyek végig rajta pontról pontra, egy dolgot egyeznék csak itt meg, mert az ellenpontja a konzervatív irányzatnak, egy dolgot egyeznék csak meg, ennek történelmi hagyománya az Amerikai Egyesült Államokban nincs, de az egyetemen lévő fiatalok azok kifejezetten ennek a pontjait szépen hát tételesen vallják maguknak. Tehát most még valószínűleg nem találkozunk vele. A Biden adminisztráció mainstream liberálisnak számít, Lásd Izrael támogatása például, de már megmutatkoznak benne a Sanders-féle külpolitikai koncepciónak az elemei. Globális minimumadó például, vagy szabadkereskedelmi tárgyalásoknak, vagy megállapodásoknak a parkolópályára állítása csak egy konkrét példa, a, ja, Trump kicsapta a biztosítékot 18-ban, amikor bevezette az acél és alumínium vámokat többek között az európaiakkal szemben, jön Joe Biden, azt mondja, eltörlöm a vámokat. Aha, nem törölte el, módosította a szabályt, és gyakorlatilag kvótát vezetett be. Tehát bizonyos kvótáig nincsenek vámok, és ha a kvótát túlléped, akkor életbe lépnek. Tehát klasszikus, nem vám jellegű korlátozásokat lebontó, vám és nem vám jellegű korlátozásokat lebontó szabadkereskedői megállapodást az Egyesült Államok a Biden adminisztráció alatt sem kötött. Miért? Mert kellenek a Társadalmi gazdasági nyomás alatt lévő társadalmi csoportoknak a szavazati érve, tám érve hát támogatása a választások alatt. És ilyen példát fel lehetne hozni. A kulcskérdés mondom az, hogy a 18-tól 29 éves korosztály az konkrétan hogyan fog szavazni majd idén novemberben. Itt a táblázat, mert nem már végig, ez gyakorlatilag összeveti ezt a két főbb külpolitikai iskolát, vagy nem is iskolát, hanem irányzatot. Egyetlen logot emelnék ki ezek közül, gyakorlatilag az alsó botot, az elitek szerepe a politikai iránymutatásban, míg a liberális internacionalizmusnál jelentős. Tehát nagyon sok nagy névvel lehet találkozni, akik hát megszakértik az Egyesült Államoknak a Főbb külpolitikai gondolkodását. A konzervatívoknál ez igazából opcionális, ezért van az, hogy nagyon sok úgymond szakértő nével és arccal nem igen vállalta azt, hogy Donald Trump a külpolitikát támogatja, vagy sem, inkább az előbbit, hogy támogatja, ezt kevesen vállalták fel, tehát külön kell vadászni az ilyen, ilyen elemzőket. Viszont a, ugyanez a helyzet a progresszív internacionális kapcsán, tehát kifejezetten kicsi az eliteknek a szerepe a külpolitika gyártásban, nem hiába van az, hogy a Bideni külpolitikai csapat az most ettől szenved október 7-ét követően, hogy hogyan támogat vassam Izraelt úgy, hogy közben a, a pártnak a progresszív szárnya, és kifejezetten a szavazókat, megint a fiatalokat emelném ki, a szavazókat nem haragítom magamra. Volt, jártak már itt 21-ben, amikor a Biden adminisztráció nem, 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 sokkal később, hogy hivatalba lépett, ugye volt már ugye konfliktus Izraeli és Palesztina között, akkor is ugyanez volt a dilemma, kiszivárgott ilyen hírekből lehet tudni, politikon meg egyéb újságokból, hogy igen nagy fejtörés volt ez a Bideni külpolitikai csapatnak. A progresszívek meg folyamatosan, amikor Biden hivatalba lépett, Nyomás alatt tartották az elnököt, hogy minél több progresszív szereplőt emeljen be a nemzetbiztonsági csapatba. Ez most még nem történt meg. Tehát jelen pillanatban egy liberális külpolitika van, de ez elképzelhető, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak, vagy trendek folytatódnak az egyetemeken, vissza fog majd jönni lényegében egy hát tíz éven belül. Én ennyit terveztem, köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet és természetesen, ha valamilyen kérdés van, vagy észrevétel, vagy vitapont akár, vagy mert nem értenek egyet, -egy, nyugodtan lehet jelezni, hogy ez a, ez a és akkor megbeszéljük. Köszönöm szépen. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon kötőjel próba.com Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.